Táncolunk, főzünk, fafaragunk, csuhéjozunk, agyagozunk és játszunk. Az idén fennállása 25. évfordulóját ünneplő Erdélyi Magyarok Tolna megyei Egyesülete pályázati forrásból szervezte nyári táborát Pakson helyi és erdélyi gyermekek számára. A felhívásra közel 40-en érkeztek. A reggelek a Csengély Dénes Kulturális Központban táncpróbákkal kezdődtek, a Simon Szabolcs vezette, Kisfülkösi Verőfény Néptánc Együttes mezőségi táncokat tanított a paksiaknak. Próbáltunk egy olyan táncmenetet elhozni, ami a kisebbek számára is érdekes. Én ez egy olyan alaptánc lépések, ami például a székiben megtalálható, a mezőségen, ugye onnan származik tőlünk a mezőségről, Erdélyből, azt hoztuk el, és próbáltuk érdekessé, játékossá tenni, ezt nagyon, nagyon megszerették a gyerekek, és megígértük ugye, hogy pénteken, amikor az erdélyi néptánccsoport fölép, akkor ők fogják megkezdeni, a paksi gyerekek bemutatják, mit tanultak tőlünk, ugye, és egy picit a kincsünkből átadtunk nekik, és ugye ez megmaradt, szerintem ez, erre mindig fognak emlékezni erre a hétre. Volt egy kis dilemmánk, mert ugye nem tudtuk a gyerekeknek, mi tetszik a legjobban, ezért több programot indítottunk párhuzamosan, és hála Istennek úgy néz ki, hogy minden program fele arányosan vannak érdeklődők, mert van, amelyik a foci érdekli, van, amelyik egész nap a csocsót nyomogatja, van, aki szeret rajzolgatni, de nagy többsége a tenisz és a kézműves, tehát a kézügyességi programok iránt vonzódik. A táncházal párhuzamosan a paksi eset tenisztelepén több program is zajlott. A hátsó salakos pályákon Horváth István, a korábbi szakosztályelnök oktatta a fiatalokat a különböző ütésekre és mozgásokra. Az erdélyi gyermekek élvezték a foglalkozást, többen otthonukban is tervezik a folytatást. Teniszezünk, és próbáljuk elsajátítani a teniszt, és egyébként a fonákot meg a tenyerest gyakoroljuk, és hát most eléggé hajlok a tenisz fele, hogy én is beállok, mert nagyon tetszik. Öröm nézni a gyerekeket, lelkesek, motiváltak. Vannak olyan gyerekek, akiknek nem is kell mondani semmit, mert lehet, hogy rontok vele valamit. Természetes mozdulattal, ez főleg a lányoknál, a fonáknál derül ki. Úgy vettem észre, hogy látszik, hogy táncolnak. Tehát gyönyörűen táncolva fogadják a labdát, eleve nem himnusszal várják, vagy szoktam, nem vigyázálásba. És azt vettem észre, hogy nagyon sokakban megvan az a fajta motiváció, hogy a labdajátékot, az egy kiegészítő sportja lesz az ő táncuknak. A klubház épületénél a fafaragás alapjaival is megismerkedhettek a diákok, akik kisebb és nagyobb tárgyakat készítettek, köztük egy kopjafát is, amit a tábor végén emlékül Erdélybe visznek. Az ötnapos együttlét zárásaként adásunkkal egy időben gála műsor keretében a nagy közönség előtt együtt lépnek fel a gyermekek, akik az erdélyi táncokat vitték színpadra, csütörtökön és pénteken reggel pedig a Városházánál flashmobot tartottak.